Na most ezt mindig át kell forgatni. Át kell forgatni a fegyvert, illetve a dobot, hogy rendesen be van-e töltve az összes lőszer, és utána vissza szoktuk forgatni a nullálásra. Bónusz György az Egri Polgári Lövészegylet színeiben központi gyújtású pisztollyal a 60 év felettiek között szerzett bajnoki címet az egrieknek az elmúlt hétvégén. Egy bajnoki cím a sok közül, amit az elmúlt 250 évben az egri sportlövők szereztek. A megalakulástól, vagyis 1763-tól itt a Legányi utca végén volt az otthonuk. Ma Magyarországon ez a legrégebben, 251 éve lövészetre használt terület, az egyesület pedig a város legrégebbi, ma is működő civil szervezete. A rendszerváltás után két budapesti székhelyű szakszervezethez került a terület tulajdonjoga, amit több éves jogi procedúra után most a város segítségével sikerült visszaszerezni. Közel 45 milliós földmegváltási összeget kellett a lövészegyletnek a 2 hektáros területért fizetni, amit a város biztosított. Az ingatlanon feltüntetjük, tehát ahogy a jogi helyzetét rendezni kell ezeknek az ingatlanoknak, tehát a lősport célját szolgáló épületeknek, ezeket feltüntetik az ingatlan nyilvántartásban. Az alatta lévő földterület az önkormányzat tulajdonát képezi, de ezt a nagy területet meg tudjuk osztani, hiszen ennek csak egy részét foglalják el ezek a lősport célját szolgáló ingatlanok. A másik részen pedig az önkormányzat tudja majd kitalálni, hogy mire fogja hasznosítani. A területen jelenleg 4 pálya található. Az eredeti 251 éve használatban levő pályát jelentősen átalakították, de minden szinten szükséges a fejlesztés. Ebben a szövetség segítségére is számítanak. Eger diákváros utánpótlás nevelés szempontjából egy ideális helyen fekszik a jelenlegi ingatlan, valamint a szakember képzésre is lehetőségünk van, hiszen a főiskolás nevelés tanszékének a közelsége miatt ettől optimálisabb megoldást nem is találhatnánk. A két válogatott gyors tüzelőpisztollyal versenyző, Takács Tibor és Szőlősi Henrik példája is mutatja, hogy a múlt mellett van jövője is ennek a sportnak Egerben. A sportág fejlesztési programban Egerre, mint régiós bázisra számít a Magyar Sportlövők Szövetsége.